12 éve lakunk itt a várba, és a várnak egyik legszebb része az a bástya sétány, terápikus hely. Itt meg lehet gyógyulni. Ugyanakkor pedig itt meg tudom mutatni a hegyeken azokat a jelentős helyeket, amelyek fontosak számomra. A körszállótól jobbra látható valamennyire a Pannonia filmstúdió, ahol 25 évig dolgoztam. Körszállótól balra pedig ott van a mai nevén a MOME, Iparművészeti Főiskola, ahol egyrészt, mint hallgató oda jártam, ott tanultam, illetve 8 évig voltam óraadó tanár. Aztán előttünk van a Jánoshegy az Erzsébet kilátóval. Erzsébet királyné, akivel sokat foglalkoztam, és megírtam a teológiai portréját. A Schwab-hegy bal oldalánál ott látunk egy ilyen ferde sárga épületet, ott lakik a barátom, Rófusz Ferenc rajzfilmrendező. És ha sétálok a bástya sétányon, akkor megnyugtat engem, hogy látom, hogy a Feri abban az épületben ott van biztosan, és alkot. Aztán, amikor ahhoz a völgyhöz érek, az egy szomorú történet, mert az a farkasréti temető, és a korán 24 éves korában elhalt legidősebb fiamnak a maradványai nyugszanak ott, hát remélem, hogy én is majd oda kerülök mellé. Végül pedig itt a Sashegy van előttünk, amögött van a Petőfi laktanya, ahol 2 évig voltam katona. Hogy is kezdődött ez az élet itt a kisképzőben? Külvárosba nőttem föl, anyukám nagyon szerette a filmeket, és a magyar színészet életét követte, filmszínház muzsikát járatta. Apukám meg nyomdász volt, aki hozta a papírokat, hogy tudjak szép papírokon rajzolni, meg megismertetett a nyomás technikákkal, linómetszettel, ilyesmi. De ami engem megragadott, az a rajzfilm volt. Akkor láttam Walt Disneynek a Hamupipőkéjét. És hát ott mindenki szipogott, nevetett, izgult, és arra gondoltam, hogy ez milyen csodálatos szakma, hogy olyan filmet készít az ember, ahol az embereket megsiratja, megnevetteti, és akkor elhatároztam, hogy rajzfilmmel szeretnék foglalkozni a későbbiekben. És ide kezdtem járni, valóban az előkészítőkre ilyen bakokon ültem, lehet, hogy éppen ezen, és rajzoltuk a gömböket, a kockákat, a portrékat, a vödröket. És akkor sikeres volt a felvételi, ez is az Úristen tenyerén vagy kezében, mert minden a kezében van. Tehát ez is oda tartozik, hogy ide kerülhettem, ez egy kegyelem volt, áldás. Két nevet tudnék megemlíteni a tanároim közül. Az egyik festőtanárom volt Miskolci László, aki hát nagyon akkurátusan készített fel a pontos rajzolása bennünket. 68-tól 72-ig jártam ide, abban a korban, leült ide középre, és arról beszélt, hogy a legnagyobb irodalom a Biblia. A másik tanár úr Jankovics Marcell. 70-ben jött ide, bevezette az animáció szakot. 2 évig tartott csak, de éppen az a 2 év volt, amikor mi jártunk ide. Jankovics Marcell megtanított az animáció alapjait. Abban az időben kezdte forgatni az első egészestés magyar rajzfilmet, a János Vitézt. És kellettek neki rajzolók, akik hát már valamit tudnak. És a legjobb alkalom itt a képzésben, hogy megtanulják az alapokat a diákok. N'y va pas, Manuel, n'y va pas. Y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Et plus tard, tu le regretteras, n'y va pas, n'y va pas. Itt állunk az Iparművészeti Főiskola, mai nevén MOME lépcsőin, ahova felvételt nyertem Pannoniás munkálataim után, 27 éves koromban. Itt kezdtem el a tanulmányokat, animációs és grafika szakon, akkor együtt volt a kettő. A feleségemmel is itt ismerkedtem meg. És itt, ahogy jöttünk ki a bejárattól,
csillagos volt az ég, és akkor kérdeztem meg őt, hogy haza kísérhetem-e? Azért nevezetes ez a portikusz. Három gyerekünk született, 90-ben Gáspár, 92-ben Bálint és 97-ben Jucika. Az évfolyam tanárunk Nepp József volt. Nagyon gyakorlatias ember a tekintetben, hogy megtanított, vagy rávett arra, hogy egy-egy filmnek megfelelő figuratervet készítsünk. Olyan mozgáspróbákat, amik megállják a helyüket. Tehát kimondottan animációra, hogy animátornak képzett bennünket. Mi meg szerettünk volna rendezőkre. Baska József festőtanárunk mindig arra ösztönzött mindannyiunkat, hogy amilyen szakra járunk, annak a felfogásában készítsük a tanulmányrajzokat is. Ugye tehát fejet, aktot, kompozíciót, és ez sokat segített nekem. Felfedeztem, hogy mi az én stílusom tulajdonképpen. Az Esztergomi Keresztény Múzeumban vagyunk most. Gyermekkorom nagy élménye, amikor először itt voltam. Hát olyan hatással voltak rám, hogy a képek, hogy a szívemben égtek. Azóta is visszajárok ide, és emlékszem a képekre, hogy mi hol van. A firnis szaga is az orromban van. Nem beszélve erről az úrkoporsóról, ez a Karam Szentbenedeki úrkoporsó, ami egy gyereknek egy különleges élmény, hiszen itt a figurák körbejárhatók, és az apostoloknak az arcai nagyon karakteresek. Ebben a képtárban dőlt el a pályám tulajdonképpen, hiszen itt tanultam meg, vagy jöttem rá arra, hogy a képeknek külön nyelvük van, vizuális nyelv, és amit előadnak, az pedig maga a hitnek a nyelve. Tehát a teológia és a képzőművészet jön össze, nem beszélve arról, hogy az animációs film is benne van, hiszen itt több stációkat mutatnak föl ezek a középkori táblaképek. Számomra a legszimpatikusabb ilyen táblakép, ez a diptihon, alexandriai Szent Katalin életéről szól, két jellemző motívum. Az egyik a kezdet, amikor el vagyunk telve önmagunkkal, akkor nézzük magunkat a tükörben, ahogy Katalin, homályosan látja a tükörben magát. A második képen bontakozik ki alexandriai Katalin, aki felismerte, hogy az ő igazi képe, az igazi királyfi az nem más, mint az Úr Krisztus, és így önmagát is megismerte, ahogy az Úristent is megismerte. Tehát nincs emberismeret, Isten ismeret nélkül. A képek vizuális nyelven azt is elmondják nekünk, hogy hogyan éljünk. Tehát moralitást is tanítanak. Egy példa, ez a kis képecske, amely egy diptihonnak talán a baloldali része, mert a jobb oldalin egy imádkozó embernek kéne, hogy legyen. Tudnélik, itt látunk egy vörös fonalat, amelyik lebukik erre a hölgyre, aztán lebukik a lóra, a borra, a kincsre. Mit is mond ez a kép? Azt mondja, hogy ha imádkozunk, akkor ne csapongjon a lélek bennünk. Ezen a helyen meg tudom mutatni, hogy hol kaptam életem igéjét, mottóját, ami aztán egész életem során kihatással van a tevékenységemre. Ez itt található a esztergomi bazilika tövében. Ha fölnézünk, ott a bazilikának a felső részén olvasható egy felirat. Kvé sursum sunt querite. Az odafelvalókat keressétek. Az odafelvalókat keressétek, ne a földiekkel törődjetek. Ami pedig utána következik, az volt a legfontosabb, mert ennek magyarázata azért, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. És ha majd a ti életetek Krisztus újra megjelen, akkor majd ti is megjelentek dicsőségben. Ez életemnek az alapvető igéje. Itt kaptam az elhívásomat és küldetésemet az egyetemes egyház milliójében, amelyben mindenki benne van.
tehát római katolikus, református, evangélikus, ortodox, mert én amikor idejöttem és ennek hatása alá kerültem, akkor én úgy éreztem, hogy az egyetemes egyházat tapasztalom meg, és ez volt óriási élmény. Bent a templomban, a kupola csegelyein, ugye négy teológus képe, mozaik képe található. Szent Ágoston, Szent Ambrus, a Nagy Szent Gergely pápa, teológus, és a negyedik pedig a Hieronymus, a Szent Hieronymus. Ez azért érdekes, mert ha mindig bejövök ide a templomba, akkor eszembe jut, hogy ezektől a teológusoktól származó irodalmat tanítok a teológián, vagy tanítottam még nyugdíjazásom előtt. Tehát fontos, ezekkel foglalkozom, és ők ott vannak a csegelyeken, mint a nyugati egyház nagy tartóoszlopai. Mai napig is így fogom fel, hogy nem tudom különválasztani az én rövid életemet a magyar ezer éves történelemtől. Annak része. Örülök, hogy Szent István intelmeit olvashatom augusztus 20-án, minden augusztus 20-án. Fontos nekem, ugye István király, Imre Herceg, akinek írta ezt a moralitást, és fontos a reformáció előtti magyar egyház története, élete, mert az is az én részem. Elkezdtem olvasni a Szentírást. Az elején kezdtem, nem nagyon ment. János evangéliuma az volt az, amelyik elkapott, megfogott, olyannyira, hogy Jézus már nem egy szereplője volt a történetnek, hanem az én személyes viszonyom alakult ki vele. Megtanultam hozzá imádkozni. És akkor már hiányzott nagyon a gyülekezet. Hova menjek? És édesanyámnak mondtam, hogy hát most már mennék gyülekezetbe, választanék. Hát mi az, hogy választasz? Már nem választasz, hiszen reformátusnak kereszteltek. Úgyhogy ez a helyzet. És akkor úgy döntöttem, hogy hát ha ez megtörtént csecsemő koromban, rajtam kívül már valaki tudta, hogy ez a helyem, az otthonom, az egyetemes egyházba, akkor így döntöttem. Gyülekezetet kerestem, hogy hova tartozzak, mint református ember, de mivel Ágoston volt a példakép, ugye a vallomások alapján, a teológia nagyon érdekelt. És ezért berohantam, itt nem messze van a teológia, és ott Karaszon István tanárúrral találkoztam, és elmeséltem, hogy mit szeretnék, hogy tanulni itt a teológia. Milyen gyülekezetbe jár? Nem mondom, nem járok. Hát kell, hát olyan nincs. És akkor ajánlotta itt a Kálvin téri gyülekezetet, aminek a temploma előtt állunk, hogy keressem föl Molnár Miklós nagy tiszteletúrat, meglátom, hogy milyen jó lesz. Fölhívtam a tiszteletes urat, hogy fogadjon engem. És ő mondta, hogy majd fogad jövő héten. Hát mondom, az nem jó, ez sürgős, élet-halál kérdés. És akkor így, hát ha élet-halál kérdés, hát akkor jöjjön most. És akkor itt leültem itt a presszók előtt, ez májusban történt, izgultam, így megvolt a találkozás, és mondta, hogy hát rendben, tartozzak ide, itt az IFI-be becsatlakozom, és akkor itt lesz az otthonom. Így is történt, tehát a Kálvin tér az otthonommá vált. Olyannyira, hogy valóban az ifjúságom itt telt el, illetve itt volt az esküvőnk, a gyermekeink keresztelése, aztán itt lettem presbiter 8 éven át, és végül, amikor a teológiát elvégeztem, akkor visszahívtak a presbiterek, és itt beosztott lelkészként szolgáltam. 2 évig tartott. A gyülekezet nagyon élő volt. Molnár Miklós alatt, hát emlékszem, hogy nem fértünk be a templomba, amikor még 10 perccel ideértünk, ugye a gyerekekkel. Már nem volt hely sehol. Ami azt illeti, hogy az Úristen milyen nagy dolgokat cselekedett velünk és velem személy szerint, hogy idehozott. Tehát sikerült a felvételim. Először levelezőre jártam, aztán átkértem magam nappalira.
és úgy tanultam tovább a teológiát, mert annyira kívántam ennek a egyre mélyebb való kutatását, elmélyülését. És akkor így nagyszerű tanárok irányításával végeztem el a teológiai tudományokat. Megemlíteném itt még Szűcs Ferencet, a tanáromat, aki visszahívott, és a tanszékén én itt taníthattam tovább. Mivel én már idős hallgató voltam, ugye, tehát 35 éves koromtól kezdtem el, beültem 18 éves hallgatókhoz, tehát nagyon nagy volt a korkülönbség köztünk, de nem ők öregedtek hozzá, hanem én fiatalodtam hozzájuk talán, és kialakult ugye a rendszeres teológia érdekem, tehát teológia, történet, itt vallásismeret, etika, így ismerkedtem. Végeztem, és akkor Calvin térre kerültem, 2 évig ott voltam beosztott lelkész, és az itteni tanárom hívott vissza tanársegédnek ide az intézménybe, 2 év múlva, úgyhogy 1998-tól vagyok itt. Próbáltam a teológiai esztétikát meggyökeresztetni az intézménybe. A tanítás nagyon fontos volt, mert érzem és éreztem akkor is, hogy az alkatomnak ez felelt meg. Szerettem a kutatást, az elmélyülést, ami a művészethez is kell. Egy témát kutat az ember, és akkor el van magával, meg a témával. És szeretem az előadást, az kifejezést, kifejezés módjait. Ugye, hogy akár filmbe, vagy grafikába, vagy órán, tanórán, ugye a hallgatókkal való együttműködést. Az életemre nézve, tehát a tragédiák, nehézségek, hogy az, hogyan tud ebből az ember tovább lépni, emberileg szólva nem nagyon. Tehát a fiam halála után én állandóan sírtam. Éjszaka a párnákra, ahogy a zsoltáros is mondja, hogy könnyeimmel öntözöm nyoszajámat. Ez megvolt, vagy az zuhany alatt reggel. Évekig így volt. De ami megtartó erő, az az Úristennek a jelenléte. Arra gondoltam, hogy hát minden az ő kezében van, a történelemtől kezdve, ami teljes életünk. És ha tragédia ér, az is az életünk része, a mi sorsunk. Ugyanúgy, mint az öröm. Ha azt mondom, hogy milyen hálás vagyok neki azért, hogy itt taníthattam, akkor hálás vagyok azért is, hogy a tragédiák ideje alatt ő fogta a kezem. Mert ez is hozzátartozik az életünkhöz. Nem lehet külön választani. Van egy jó, azt befogadjuk, és van a rossz, ami már úgy szeretnénk elfelejteni. Egy utunk van. Az emberi sors. Mindenkinek személyes sorsa van, és van a Krisztusi út, az meg egyetemes. És az a leggyönyörűbb az egészben, ha ez a kettő közeledik egymáshoz, és végén a személyes sors rálép a Krisztusi útra, mert akkor az egyéni sorsomnak a magaslatait, mélységeit a Krisztusi magaslatokkal és mélységekkel együtt élhetem meg, mert ez egy. Nincs külön tragédia ideje, nincs külön boldogság ideje, hanem egyben van. Itt vagyunk a Pannonia filmstúdióban. Úgy is mondhatnám, hogy ez az alma mater, ahol fölnőttem, sokat tanultam, szakmailag egy alapintézmény. 1972-ben kerültem ide, tehát érettségi másnapján Rófusz Ferenc stábjába fogadott, jöjjön uram, itt a helye, mondta, és a Jankovics Marcellnak a János Vitéz című filmjébe dolgoztam először. Olyan filmekben dolgoztam, mint Hugo a víziló egész estés komprodukciós produkció Gémes Józseffel, aztán Rikli Zsoltnak egy filmjét készítettem, és akkor a sorozatok. Mézga Géza sorozat, Bubó doktor, kérem a következőt ezekben. Közben pedig megpróbáltam a főiskolát, és amikor felvételt nyertem, hát akkor szünetelt ez a pannoniás dolog, de a főiskola után újra visszakerültem, és akkor már egy saját sorozaton dolgoztam,
amelynek a sorozat címe Vázák meséi volt, görög mitológia témában készült. Jankovics Marcell ugye a középiskolában volt igazán tanárom, Gémes József meg itt a stúdióban. Tehát itt a gyakorlatban sajátítottam el azokat a fortélyokat, amit Gémes Józseftől el lehetett tanulni, a mestertől. Ő kimondottan egy műhelyt létesített maga körül. Igazából én nem láttam képes forgatókönyvet, egyebet. Mindenkit személyesen megszólított, és személyes feladatokat adott. Ilyen személyes feladatként kaptam én a négylábú állatokat, tehát a lovakat. A daliás időkben rengeteg lovat és rengeteg lólábat rajzoltam, és a toldit lovon. Ez volt a feladatom. Miután református lelkész lettem, teológus, amikor Dargai Attila meghalt, akkor én búcsúztattam a Farkasréti temetőbe. Ez is megadatott. Ha a műsor címe Isten kezében, akkor mindez a pannoniás élet egészen Dargai Attila búcsúztatásáig, ez hozzátartozik. Ó, Uram Istenem, egyedül neked tartozom végső számadással, aki megteremtettél, megszólítottál és járatlan útra indítottál. Itt, ahol ülünk, ez a kis szobácskám, ahol készül a magyar középkori szentek rajzfilm sorozat. Ez úgy kezdődött, hogy nyugdíjazásomat kértem a Károli Egyetemen, a hittudományi karról. Hát szerettem volna már alkotó munkát végezni újra. Nem gondoltam semmi egyébre, hanem majd írok, lesz valami. És akkor rá kis időre kaptam telefont a Kecskemét stúdiótól. Mikulás Ferenc hívott föl, hogy lenne kedvem a magyar középkori szentekről filmet készíteni. Nem értettem már, mondom, abba hagytam 23 éve, 25 éve. Semmi nem volt közben. Hát mondom, én már kijöttem, nem tudok semmit. Mire gondol? Írni kell, irodalmi forgatókönyv, ez az. És akkor mondta, hogy rendezés. Gondolkodom. És akkor gondolkodtam fél óráig, és utána visszahívtam. Másnap már mentem is Kecskemétre, mert rájöttem arra, hogy hát tulajdonképpen azzal foglalkozom a teológia utolsó napjaiban, hogy kezdtem földolgozni a szenteknek az életét, a magyar középkori szentek életét etikai szempontból, mert én teológiai etikát tanítottam ott. És ahogy dolgozom föl, már az alapirodalmakat már úgy végig bogaráztam, hát mondom, ez nem lehet véletlen, az Úristen adománya. Úgy is éreztem, hogy életem elején 72-ben 18 évesen itt voltam, és hát életem végén is itt vagyok újra a Pannonia filmstúdióban. Egy filmkészítésre kértek meg. Úgy vállaltam el, hogyha magam írhatom, mert akkor belevihetem azt a teológiát, a teológiának azt a lényegét, amit szerettem volna. És magam tervezhetem, rendezhetem. Mikulás Ferenc nagyon bátor volt, mert azt mondta, hogy jó. Tehát szabad kezet kaptam, és ezáltal nagy felelősséget is. Tehát itt a szenteknél nem az a lényeges, hogy a középkori millióbe, hogy ők hogyan mozogtak, milyen ideális képük van, hogy lebegnek a föld felett, hanem nekem az a fontos ebben a sorozatban, hogy ők a mindennapi emberek. Csak azzal a különbséggel, hogy a kísértésben és a próbatételekben hogyan álltak meg, milyen választ adtak ezekre a megpróbáltatásokra, feladatokra, elhívásra és küldetésre, és ez bennük a szívük mélyén, a lelkükben zajlik. Minden egyes küzdelem a lelki életükben zajlik. Tehát ezt a lelki életben zajló harcot szeretném bemutatni a rajzfilm szimbolikus nyelvével. Hétköznapi emberként vannak jelen, tehát nem lebegnek a föld felszínén, csak a reagálásuk más a dolgokra. Mit jelent az, hogy szent, hogy Isten tulajdonai? Én az Úr tulajdona vagyok, reformátusnak. Hát, ha valaki
Krisztus követő vagy, az egyház tagja, és az Isten akarata szerint akar élni, akkor azt az Úristen magának elkülöníti. Bármilyen is legyen a sorsa, az Isten tulajdona. Nagy baj nem érheti, az övé, eljut a mennyek országába. Tehát ez ugyanúgy felekezettől függetlenül a mondandó az nem változik. 13-nak kéne kijönni, és még hátra van 7 a Szent Piroskával együtt. Tehát úgy számolom, hogy 2025-ben, ha megérem, akkor Deo Volente elkészülhet a sorozat.